az lenne, elfogadja a bizottság azt, hogy az első fél év végéig a plusz 15 órát biztosítsuk az iskola számára. Nézd a Marikát, tehát a baj az, hogy vagy elfogadjuk úgy, hogy a következő évi költségvetésnél tárgyaljuk, vagy viszont akkor le kell venni napirendről, mert meg kell határozni, hogy honnan veszünk el pénzt fedezetre. Tehát ez... Marika, parancsolja. Az intézmény túllépte azokat a kereteket, amelyeket szintén meghatározott a képviselőtestület a költségvetési rendeletben, vagyis a csoportlétszámokat. Mert ez egy újabb csoport, erre pedig nincs engedélye tudomásom szerint az intézménynek. Ez is egy költségvetési módosító tétel. Igazgató asszony? Én erre csak annyit tudok mondani, hogy mivel hogy a felmentett kollégáknak meg biztosítani kellett óra számot arra, hogy nyilván, hogy ők ledolgozzák, és közben meg 70 gyerek jelentkezett. Tehát 70 gyereket nem tudtam kettő csoportba berakni, akárhogy akarom. Tehát olyan összetételű, lehet, hogy túlléptük, de pillanatban akkor megoldás volt mindenképpen, mivel hogy a kollégák, akik felmentettek voltak, azoknak nyilván nagyon, tehát úgy értve, hogy mindenkinek jó volt, a gyerekek kaptak úgy értve tanulát, a felmentettek meg mivel, hogy őket meg foglalkoztatni kellett, mert pont a helyi rendelkezés így szól, hogy kellett foglalkoztatni, ezért nyilván ez így egy megoldás volt. És hivatalosan tényleg csak két csoport van. Tehát akkor azt szeretném megkérdezni, hogy két lehetőség előtt állunk. Az egyik az, hogy levesszük napirendről pillanatilag ezt a napirendi pontot, mert gyakorlatilag nincsen meg az a fedezet, és igazából, ahogy a jegyzőasszony is elmondta, hogy nincs meg az a idézőjelben engedélye erre a csoportra, és akkor most erről ne hozzunk döntést. Vagy pedig arról döntünk, hogy akkor a következő fél évben, a következő évi költségvetésben ezt szerepeltetjük. Tehát én azt szeretném kérni, hogy akkor kiért abból egyet, hogy vegyük le a napi rendről, és most ebben ne döntsünk. Ki tartózkodott, és ki szavaz nemmel. Akkor gyakorlatilag nem fogunk ebbe döntést hozni, és a lehető legrövidebb időn ezt újra tárgyaljuk, és bizottság elé visszük, és akkor megnézzük, hogy milyen megnyugtató megoldást tudunk erre az ügyre kitalálni. Akkor a következő napi rendi pontunk, a 10-es napi rendi pont, nevelési tanácsadó éves beszámolója. Gyakorlatilag megkérném Bugye Andrásnét, hogy röviden ismertesse. Köszönjük szépen. Valakinek valamilyen kérdése ezzel kapcsolatban, akkor kérem, hogy szavazzunk. Elfogadjuk-e akkor a nevelési tanácsadó éves beszámolóját? Igen.
akkor nem is ide. Csak azt valóban megerősíteni szeretném, és azt kérném is, hogy a következő testületére mindenféleképpen ugye meg kéne hozni, hogy dönteni tudjunk a további működéssel kapcsolatosan. Jó? Igen, köszönjük meg a testületet, hogy csütörtökkel volna délután kerül a másod anyag, hogy a 18. bizottsági ülésen tárgyalható legyen. Köszönöm. Következő napi rendi pontunk az óvodai nevelés éves beszámolója. Megkérném akkor megint Bugyi Andrásné, hogy legyen a kedves mondja. Köszönöm szépen. Az óvodai nevelés beszámolóját is részletesen megbeszéltük. Én nekem most nem kívánok jobban kiegészítést tenni. A kérdésekre nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. Valakinek az óvodai éves beszámolójával kapcsolatban kérdése van-e? Amennyiben nincs, kérem, szavazunk, hogy elfogadjuk-e az óvodai éves beszámolóját. Köszönöm szépen. A bölcsődében érdekképviseleti fórum létrehozása, működési szabályainak véleményezése. Ismételten Bugyi Andrásné kérném meg. A bizottság ülésen ezt is megbeszéltük. Szóbeli kiegészítést nem szeretnék, a kérdésekre nagyon szívesen válaszolok. Egy kérdésünk van, hogy a fenntartó részéről akkor névlegesen meg kellene nevezni azt a képviselőtestületi tagot, aki delegál a testület. Köszönöm szépen. Elnök úr. Igen, köszönöm szépen, valóban a bizottság is elfogadta ezt a törvény, úgymond törvényi felkérést. Részben engem nevesített is, hát köszönöm szépen elfogadom, mint bölcsőde orvos is. Jó, akkor kérném, hogy szavazzunk arról, hogy elfogadjuk-e a az érdekképviseleti fórum létrehozásáról, és azt is, hogy a Tóth Gyula személyét pedig elfogadjuk, mint az önkormányzat képviselőt a fórumban. Aki igennel szavaz, kérem, szavazzon. Köszönöm. A tartózkodás egy volt. Jó, köszönjük szépen. 13. napi rendi pont szavazás város önkormányzatának 2011-es évi belső ellenőrzési terve. Megkérném jegyzőasszonyt, vagyis Stortnis Emigesztert, a jegyzőasszony, hogy ismertesse. Köszönöm. Tisztelt képviselőtestület, a kiküldött előterjesztésnek megfelelően kérem, hogy fogadja el a 2011 évi belső ellenőrzési tervét az önkormányzatnak. Köszönöm szépen. Valakinek ezzel a belső ellenőrzéssel kapcsolatban kérdése, észrevétel, amennyiben nincs, akkor kérem, szavazzunk, elfogadjuk-e a belső ellenőrzési tervet az előterjesztés szerint? Egy hangon. Köszönöm szépen. 14-es napi rendi pont, szavazásváros önkormányzat felsőoktatási ösztöndíj pályázatok elbírálása. Megkérném Szabolna Jánosnét, hogy ismertesse. Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Szabadszállásváros helyi önkormányzati rendelete a következő napi rendi pontban kerül módosításra, így még a döntés az önkormányzati pályázatok tekintetében a pénzügyi és ügyrendi bizottság hatáskörébe tartozott, és a mellékelt határozat szerint a három fő jelentkezőnek a pályázatát támogatta havi 5000 forintos maximális összegben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tehát erről végül is szavaznunk nem kell. Igen. Ezt a bizottság a saját hatáskörében döntötte el. Tájékoztatásként adtuk a képviselő uraknak. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk. 15. Szabadszállásváros önkormányzatának felsőoktatási ösztöndíjáról szóló rendelet módosítása. Gyakorlatilag megkérném Szabó Jánosnét, akkor ezt is legyen szíves ismertesse. Köszönöm szépen. Három pont.
pozitívan módosítjuk a rendeletünket. Egy szövegrészt módosítunk, a következő, a 12-es paragrafusban történik a képviselőtestület hatáskörébe a döntés utalása, és a 15-ös paragrafus 1-es bekezdését pedig az összeg tekintetében kívánjuk módosítani. Köszönöm szépen. Valakinek kérdése ezzel a módosítással kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor kérem, fogadjuk el az előzetes előterjesztés alapján. Egyhangú. Egyhangú van elfogadva. Köszönjük szépen. 16-os pont. Nemere ügyvédi irodával kötött megbízási szerződés felmondása. Kérném Storknésom, hogy ezt erre a jegyző asszonyt. Köszönöm szépen. A kiküldött előterjesztést a pénzügyi bizottság részletesen tárgyalta, úgyhogy kérem a testületet, hogy a pénzügyi bizottság határozata alapján döntse. Köszönöm szépen. Köszönöm, valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban. És lehet, hogy a pénzügyi bizottság határozata ennyi, hogy ez így nagyjából mi igazán én magam részéről egy konszenzus. Igen, tehát gyakorlatilag a határozat az, hogy az ügyvédi irodával kötött szerződést, 2002. november 29-én kötött szerződést, szerződés felbontását kezdeményezi közös megegyezéssel, szerződés megszüntetésére 2010. december 31-ét javasolja. Megerősítem az eddigi nyilatkozatomat, magam is úgy látom, hogy a közös megállapodás és megszüntetéshez hozzájárulok csak ebben az esetben. Köszönöm szépen egészítést. Akkor megkérném a testületi tagokat, hogy szavazzunk. Elfogadjuk akkor ebben a december 31-i megszüntetéssel kapcsolatban. Egy hangulat elfogadtuk. Köszönöm szépen. Felsőkiskunsági és Duna melléki többcélú kistérségi társulás társulási megállapodásának és SMS-ének módosítása. Megkérném Kusztos Mónika jegyző a kisasszonyt, hogy ismertesse. Köszönöm szépen. A bizottsági ülésre kiküldött SMS módosításhoz további kiegészítő információ nincsen. Kérdésre válaszolok. Köszönöm. Valakinek valamilyen kérdés erre kapcsolatban? A kistérségi társulás SMS módosítását minden a kistérségben résztvevő önkormányzatnak el kell fogadnia. Gyakorlatilag, ha nincs kérdés, akkor kérem szavazzunk róla, aki elfogadja és támogatja, az legyen szíves szavazzon. Köszönjük szépen. 18-as napirendi pont, Bak Nándor részére megbízás adása szakértő feladatok ellátására. Felkérném a alpolgármester urat, hogy köszönjük. A kiküldött anyagot a képviselő urak megkapták, egyeztetésen átbeszéltük, úgy gondolom, hogy szóban nem nagyon kívánom kiegészíteni. A képviselőtestület Bak Nándor úrral határozatlan idejű szerződést kíván kötni az önkormányzati ügyek előkészítésére, koordinálására, városfejlesztési és városüzemeltetési feladatkörben. Jó, köszönöm. Valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor kérem, szavazzunk, elfogadjuk ezt a napi rendi pontot. Köszönöm szépen. Nem volt helyes a szavazás. Bocsánat. Tartózkodás? Nem. Nem, mert szavazott-e valaki? Nem. Jó. Köszönjük szépen. 19-es napi rendi pont. Köztestületi tűzoltóságban önkormányzati tag delegálása. A polgármester urat megkérném, akkor lenne szíves. Köszönöm szépen. A köztestületi tűzoltóságban